Sziasztok! Az van, hogy a mai videóban eléggé ünneprontó leszek, ugyanis ha minden igaz, ez a videó október 24-én lesz kint a YouTube csatornámon, vagyis pontosan 2 hónappal karácsony előtt, és én most egy adventi naptárat fogok kibontani. Igen, 2 hónappal karácsony előtt, jól hallottátok. De az a helyzet, hogy a L'Occitane elküldte nekem ezt a gyönyörűséges adventi kalendáriumot, és mikor megkérdeztem tőletek Instastory-ban, hogy mikor bontsam ki, akkor ti azt válaszoltátok körülbelül 75%-ban, hogy minél hamarabb. Úgyhogy én most ezennel eleget teszek a többség kérésének. Akit ez a videó nem érdekel, vagy gáznak tartja, hogy én már októberben adventi naptárat bontogatok ki, azt gondolom úgyse fogja megnézni. Van egy csomó más videóm, nézzetek körül azok között. Akit viszont érdekel, hogy mi rejtőzik ebben a gyönyörűséges L'Occitane adventi naptárban, az mindenképpen tartson velem. Nagyon tetszik a naptárnak a grafikája, ez már így abszolút bejön nekem. Van itt egy ilyen nagyon szép kis masni a tetején, és ha azt kibontjuk, akkor elénk tárul ez a gyönyörűséges adventi naptárja, nem is így kell fogni, hanem így, semmi baj, Szandra. Úgyhogy nézzük is akkor az első ablakocskát. Na, ez megint vicces lesz, hogy egy óráig fogom keresni, hogy hol vannak. Az első ablak mögött egy L'Occitane tusoló olaj van, 10%. Se a olajjal, ugye? Hát remélem, hogy jól mondom, mert nincs rajta magyarul. Nézzük akkor a 2. ablakot. Én ezt a kézkrémet már használtam, és nagyon-nagyon szeretem. Nézzük akkor a 3. ablakot. Ez egy szappan. Tisztító és radírozó szappan. Mandula darabkák vannak benne. Már nagyon kíváncsi vagyok, mert ilyet még nem próbáltam. Nézzük akkor a 4. ablakot. Itt fölül van. Annyira tetszenek a színei ennek a naptárnak. Ez egy verbénás mini testápoló. Van az 5-ös. 5-ös. Itt van az 5-ös. Imádom. Ez a cseresznyevirágos kézkrém. Annyira szeretem ezeket a kis kézkrémeket, annyira cukik, és a cseresznyevirágos termékcsalád, annak egyszerűen isteni illata van. Nézzük a 6-ost, ami itt van egyből mellette. Ez egy sampon, ami 5 eszenciális olajat tartalmaz. Nekem volt már ilyenem, de szerintem nem használtam el, mert betettem abba a kis nezeszerben, amiben ilyen kis utazóméretű termékek vannak, úgyhogy ezt még nem próbáltam. Mi jön most? A 7-es, ugye? Ez itt van legalul. Ez egy seavajas testápoló, 15% seavajjal. Itt van a 8-as. Seavajas Light Comforting Cream, akkor ez valami arckrém lesz, igen. Egy könnyű 5% seavajat tartalmazó arckrém. Jöhet a 9-es, és mindjárt leszakad a karom egyébként. Ez egy 5 eszenciális olajat tartalmazó hajkondicionáló, tehát annak a samponnak a párja, ami az egyik előző ablakban volt. Most mi volt? Ja, az volt a 9-es, akkor jön a 10-es. Még egy szappan. Mégpedig a verbénás szappan, amiben verbéna levelek vannak. Hú, ennek de jó kis frissítő, citrusos illata van. Jöhet a 11-es. Na, ez mi lesz? Ez egy Ultra Rich Shower Cream, tehát egy 5% seavajat tartalmazó kis tusoló krém. 11 után jön a 12. Milyen jó, hogy itt van mellette egyből. Még egy mini kézkrém. Delicious Hands kéz- és körömápoló, amiben mandula van.
Ugye? Igen, with almond. Ennek nagyon örülök, mert mondom, egyszerűen imádom ezeket a kis mini kézkrémeket, és most elvesztettem a fonalat, hogy hányosnál jártam. 12-es, ha jól emlékszem. Igen, akkor jöhet a 13-as. Hú, ez valami nagyon mini dolog. Hú, ez szerintem ilyen kis pezsgő fürdőcucc, tudjátok. Igen. Eszenciális olajak vannak benne, menta, rozmarin és fenyő. És isteni illata van, úristen, ezt szerintem ma este elhasználom. Ez volt a 13-as, akkor jöhet a 14-es. Hol van egy 14-es? Itt fölül. Akkor egy kicsit leveszem, mert tényleg leszakad a kezem. Ez egy cseresznyevirágos tusfürdő. Ennek nagyon örülök, mert ennek annyira finom illata van. Jöhet a 15-ös. Az is itt fölül van. Hú, ilyen a tavalyiban is volt. Ez egy Ultra Rich Lip Balm, vagyis ez egy ajakápoló, amiben 10% savvaj van, és ez egy nagyon-nagyon jó kis ajakápoló. Én már a tavalyi kalendáriumból is nagyon-nagyon szerettem ezt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Hol vagy 16-os? Hol vagy? Tényleg hol vagy? Ja, itt van. Ja, hát egyre kevésbé tudom kulturáltan kibontani. Na ez mi? Ez az Immortal Precious arckrém, amiből nekem egyébként megvan a szérum, és már elkezdtem használni, és eddig nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy kíváncsi vagyok erre az arckrémre, hogy ez milyen. Jöhet akkor a 17-es. Ez egy nagyon ablak. Egy verbénás tusolózselé van benne. 18-as, ez itt a legfölül. Ez egy ilyen koncentrált testápoló tej, amiben mandulatej van. Ezt még nem próbáltam emlékeim szerint, úgyhogy erre kíváncsi vagyok, mivel azért télen eléggé száraz szokott lenni a bőröm. Itt van mellette egyből a 19-es. Szerintem ez is egy szappan. Extra gyengéd szappan, se a vajjal. Neki ilyen tipikus szappan illata van, nagyon fincsi. Hova bújtál, 20-as? Tényleg hol van? Ja, itt van egy illata. Még egy termék, a cseresznyevirágos termékcsaládból, ez egy shimmering lotion, vagyis ez egy ilyen csillámló kis testápoló. Nagyon izgír hangzik. Nézzük, mi van a 21-esben. Még egy mini kézkrém, mégpedig a verbénás géles állagú kézkrém. Ez egy hűsítő kézkrém. 22-es. Milyen jó, hogy nincs kilakkozva a köröm, mert tuti, hogy leszette volna a körömlakomat ez a naptárnyitogatás. Jaj, ezt imádom! Ez a mandulás tusolóolaj, ez egyszerűen isteni, és aranyat ér. Oh, ezt nagyon-nagyon szeretem. Na, mindjárt a végére érünk, úgyhogy most kezd izgi lenni. Itt van a 23-as. Még egy kis kézkrém. Ja nem, semmi baj. Ez egy lábkrém, mégpedig 15% savvajat tartalmazó, száraz bőre való lábápoló krém. És akkor jöjjön az utolsó, a 24-es ablak. Ez nem más, mint egy mini parfüm, mégpedig a Vervain, remélem jól mondom, Vervain Eau de Toilette. Na, ezt most megszagoljuk. Az üvege nagyon-nagyon cuki. Ilyen nagyon-nagyon friss illata van. Hú, ennek valami citromos, gyógynövényes cukorkára emlékeztet az illata. Én így magamon nem tudom ezt elképzelni. De amúgy egy kellemes frissítő illat, én inkább azt mondanám, hogy számomra ez egy ilyen tavaszi, nyári illat. Tényleg jó, csak számomra annyira szokatlan, mert én nagyon nem ilyen jellegű illatokat szoktam hordani.
És ezzel a végére is értünk, kinyitottuk az összes ablakot. Szerintem azért izgi volt, nem? Én szeretek adventi naptárakat nyitogatni, pláne két hónappal karácsony előtt. Összességében azt gondolom a naptárról, hogy eléggé sok hasonló termék van benne, mint a tavalyi naptárban, bár most így pontosan nem tudnám visszaidézni, hogy abban mik voltak, de beteszem majd nektek föntre a tavalyi L'Occitane adventi naptáras videót. Biztos, hogy van néhány egyezés a tavalyi naptárral, ami alapvetően nem baj, mert szerintem tényleg jó kis termékeket raktak bele. Vannak benne arcápoló termékek, testápoló termékek, sampon, szappan, kézkrém, szóval azért eléggé vegyesen vannak benne termékek, ami szerintem mindenféleképpen jó. Hát az, hogy az illatok kinek hogy jönnek be, az már egy másik kérdés, de azért illatok terén is vegyes a felhozatal. Ugye vannak cseresznyevirágos termékek benne, vannak selvajas termékek, verbénás termékek, szóval szerintem azért mindenki találhat benne olyan dolgokat, ami tetszik neki. Én azt mondom, hogy mindenki döntse el maga, hogy neki hogy tetszik ez a naptár, hogy szerinte megéri-e az árát. Minden esetre nagyon köszönöm a L'Occitane-nak, hogy elküldték nekem ezt a csodás kis adventi naptárat. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, illetve írjatok kommentet is. Ha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy ti várjátok-e már a karácsonyt, esetleg készültök-e már rá, illetve azt is, hogy tervezitek-e valamilyen adventi naptár beszerzését, vagy esetleg ti magatok csináltok a párotoknak, vagy a gyerkőcötöknek, és természetesen iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!